Újabb sikeres évet zárt a Nyíregyházi Józsa András Múzeum, amelynek kiállításai tavaly is nagy népszerűségnek örventek a látogatók körében, akiknek 2020-ban sem kell majd csalódniuk. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban dr. Rémiás Tibor, a Józsa András Múzeum igazgatója. Jó napot kívánok. kívánok, igazgató úr. Hát a felvezetőben már elhangzott, hogy sikeres, de azért öntől is kíváncsi lennék arra, hogy mennyire értékeli sikeresnek a 2019-es esztendőt, és ha igen, akkor miért? Hát múzeum történeti szempontból valószínűleg, hogy a történelembe bele fog kerülni. A 2019-es év, ugyanis a mi múzeumunk, a József András múzeum soha nem büszkélkedhetett azzal, hogy az év múzeuma volt. Ezt három tekintetben, három szempontból is vizsgálták, és mind a három szempontnak megfeleltünk. Ez elsősorban a a magyarországi helyi és a külföldi kapcsolatoknak az erősítését jelentette. <laughs> jelentette a PR kapcsolatok, a kommunikációs kapcsolatoknak a megújítását, és hát 2018-ban 150 éves volt a Józsa András Múzeum, és erre nagyon színvonalas programokat készítettünk, és én úgy gondolom, hogy méltóképpen ünnepeltük meg ezt az évfordulót, és Hát erre való tekintettel mi lettünk az évmúzeuma. Sikeres kiállításokat is hoztunk 2019-ben, hogy csak egyet-kettőt említsek. A Jégkorszak című kiállításunkat 12 ezeren látogatták, a Színjei Impressziói című 80 alkotást, amit itt bemutattunk, azt több mint 25 ezeren látták. Természetesen nagyon sok más szakmai programunk volt, Öt konferenciát rendeztünk, ami országos konferenciákat és nemzetközi konferenciákat is takar. Öt kiadványt jelentettünk meg. Hát számtalan olyan dolog volt, amit az évmúzeuma után én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon magas léc volt, amit mi meg tudtunk ugrani, és én úgy gondolom, hogy ezt a szintet tudtuk tartani 2019-ben is. A látogató számunk megközelítette a 80 ezret, ez 2018-ban az 120 ezer környékén volt, de ez abból adódik, hogy itt teljes felújítás alá került a múzeumfalu, úgyhogy a Sóstói múzeumfalu, ami gyönyörű szépen megújult, az csak szeptemberben nyílt ki, de ja, így hát, is... Ha a látogató számról beszél, akkor, látogató... akkor, több intézménynek a látogató. Így van. Tehát én. a József András Múzeumhoz ugye két intézmény tartozik, még a Kálai Gyűjtemény és a Múzeum is, és összességében a látogató számot én így értem. És hogyha jól tudom, akkor 2017-ben mindössze 25 ezer volt a látogatói szám, és akkor itt a többi intézményt is beleértve, úgy? Ugye? Nem, 25 ezer hát, az csak ez a József András múzeumban. múzeumban így van. Viszont akkor egyik évről a másikra eléggé nagy ö, ugrás történt. Hát gondolom ezen vándorkiállításoknak, illetve nagyobb attrakcióknak köszönhetően. Ö, elsősorban szemléletváltozást ö, gondolnék én itt. 2017. áprilisában kerültem az intézmény élére, és ö, akkor én maximálisan annak a híve lettem, hogy a nyitott ajtók múzeumát valósítsuk meg és a múzeum pedagógiára nagy mértékben én appelláltam, és a mai napig is bármilyen nagy attrakciós kiállítást hozzunk ide, akkor múzeum pedagógiai foglalkozások azok nagy mértékben segítik a, a múzeum látogatókat. Miről és, szólnak ezek a pedagóg, múzeum pedagógiai foglalkozások, csak hogy? Hát ez tudjuk. elsősorban a diákok foglalkoztatását jelenti, mégpedig. Ö, ö, azt jelenti, hogy egy kicsit kivonni a iskolai környezetből, és teljesen más környezetbe helyezni a diákokat, hogy sokkal szabadabban érzik magukat, és ebben a szabad környezetben játékosan olyan információkhoz jutnak, amit szinte észre sem vesznek. Tehát itt is van egyfajta szemléletváltás, hát ugye? Tehát ne, nem, mint ahogyan régen minket is, ugye be, bementünk a múzeumba és akkor megnéztük ugye a vitrineket, Én. hanem, hanem teljesen más. És hát annak örülök, hogy régen, ugye, ha megkérdeztünk egy embert, mondjuk Nyíregyházán, hogy volt -e a múzeumban, hogy ne voltam. És mikor volt? Hát általános iskolában egyszer voltam a múzeumban. És nekünk a szlogenünk is megváltozott, ugye ahová visszatérni érdemes, ez a József András Múzeumnak a szlogenje, és ezt mi maximálisan szeretnénk is tartani, hogy aki már egyszer eljött és jól érezte magát a mi múzeumunkba, nagyon bízunk benne, hogy olyan színvonalas kiállításokkal, meg olyan rendezvényekkel, akkor, amit mi adunk, Máskor is eljönnek. Beszéljünk még ezekről a kiállításokról, ezekre nem lehet azt a jelzőt használni egyértelműen, hogy vándorkiállítás. Nem mindegyikre, ugye? Hanem ön azt mondta nekem, hogy nagyobb attrakciók. Így van. Mert hogy ezek, tehát például a munkácsi kiállítás és nem látható múzeumról múzeumra. Így van. Tehát azt nevezük vándorkiállításnak, amit egy intézmény összeállít, és a változatlan formában megjelenik több helyen is. A Jégkorszak egy ilyen kiállítás volt. De például a Színjei Attrakciói Című Kiállítást azt mi három forrásból gyűjtöttük össze, és mi magunk voltunk ennek a kiállításnak a szervezői. Magángyűjtőktől szedtük össze a gyönyörű-szép alkotásokat, a megyei hatóköri városi múzeumoknak a, a gyűjteményeiből, és a Magyar Nemzeti Galériától. Best. Ezt lehet nevezni igazán egy nagy attrakciós kiállításnak. Beszéljük a 2020-as esztendőről, hiszen vannak tervek bőven, ha jól tudom. Igen, hát azt az elvet, amit idáig mondtam, azt erre az évre sem adtuk fel, és bízunk benne, hogy nagyon sokan megtisztelnek bennünket, és meglátogatják mind a három intézményünket. Azzal kezdhetném, hogy a József András Múzeum kiállító terét szeretnénk bővíteni, ami a földszinten. Ez egy nagyon szép kiállító tér lenne, és több mint 200 négyzetméterrel bővülne a kiállítóterünk. A Kálai házba költözik át a, a, a Kálai gyűjtemény, és ott egy igazi nagy ö, hiánypótló kiállítást ö, rendezünk, mégpedig Nyíregyháza város történeti kiállítását. A Sóstói Múzeum falu pedig ö, alapításának 50. évfordulóját fogja ebben az évben ünnepelni, és erre nagyon színvonalas kiállításokat fogunk szervezni. De a nagy attrakciós kiállítások közül, hogy csak ö, vázlatosan említsem, mert, mint tudjuk, kevés az idő. Mi idehozzuk Nyíregyházára a, a, az ország egyik legnagyobb hímes tojás gyűjteményét, ez nem sokára, még húsvét előtt. Kisfaludi Zsigmond szobrait szeretném idehozni, számtalan szállal kapcsolódik Nyíregyházára, nagyon sok alkotása található itt a nyírségben, a múzeumok éjszakájára, mivel centenáriuma van a trianoni békediktátumnak, egy nagy saját anyagból készített trianoni ö, ö, kiállítást készítünk, és az óbudai kerámia gyárból pedig a törékeny vágyak című kiállítás hozzuk ide el. És a nagy attrakció az pedig a Viror Fesztiválra, és utána pedig októberre ez a riprórai kiállítás lesz. Tehát akkor ugyanúgy, mint tavaly, ugye a Vidor Fesztivál kezdésére időzítik, ha jól tudom. Igen. Rendben, köszönjük szépen, és további sok sikert. Várunk mindenkit a Zsandrás Múzeumban.